Tiszteltel köszöntök minden érdeklődőt, Bertó Gábor vagyok, a Janus Pannonius Múzeum régésze, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Az előadásom címe ugye neolitkori sáncművek problematikája, itt ezt egy kicsit leszűkíteném, egészen pontosan a késő neolitikum időszakáról fogunk beszélni, ami magyarországi viszonylatban az országnak a nyugati felét illetően ez a úgynevezett lengyeli kultúra időszaka. És ennek a lengyel kultúrának vannak olyan földművei, amelyeknek az értelmezése az egyelőre vitatott, vagy több irányból is megközelíthető, és ezzel kapcsolatban szeretnénk néhány dologra rávilágítani. Mielőtt azonban elkezdeném, szeretném megköszönni Polgár Balázsnak, a konferencia egyik szervezőjének a felkérést. Ez a felkérés egy kicsit meglepett, ugyanis van egy hadirégészeti témájú projekt, amelyen dolgozom. Ez az 1526-os Mohácsi csata tér kutatása, és hát ugye ez elég sok média figyelmet kapott az utóbbi időben, és hát azt gondoltam, hogy ezen a konferencián is majd erről kellene beszélnem. Ugyanakkor Balázs egy egészen más témát vetett fel. Egy régebbi beszélgetésünkben kerültek elő ezek a bizonyos neolitikus földművek, és hogy ezeknek milyen értelmezési lehetőségei vannak. Ugye a földművek esetén nyugodtan felmerülhet önmagukban a védelmi funkció, és hát elsősorban ezzel kapcsolatban tennék néhány megjegyzést itt az előadás keretében. Néhány szót erről a bizonyos lengyeli kultúráról, vagy lengyeli kulturális komplexumról. Ugye lengyel községről, Tolna megyei községről kapta a nevét a lengyeli kultúra. Még 19. században azonosított a Vosinski mor magát ezt a kulturális egységnek a elemeit. Azóta kutatás hatalmasat lépett előre, és hát kiderült, hogy ez a lengyeli kultúra, vagy lengyeli kulturális komplexum, ez egy jóval nagyobb területet terjed ki, mint akár csak a Dunántúl területe, ahol felfedezése történt. Ugye magába foglalja ez Szlovákia részét, egész Dél-Lengyelország, illetve Csehország is elnyúlik. És ennek a bizonyos lengyel kultúrának, egyébként nem csak ennek, más őskori kultúráknak is vannak ilyen különböző földművei, de a lengyel kultúrának van egy sajátos ilyen földműcsoportja, amivel kapcsolatban fogunk néhány szót ejteni. Csak illusztrációként ezen a dián helyeztem néhány olyan tárgyat, amelyhez hasonló lehetőanyag található ennek a bizonyos lengyel kultúrának a lelőhelyén egészen a Dél-Dunántúltól a Szlovákián keresztül Ausztriáig. Tehát ez az lehetőanyag az, ami tulajdonképpen összeköti ezeket a lelőhelyeket, illetve ezek a bizonyos földművek is, amikről majd néhány szót fogok ejteni. Ugyanakkor érdemes talán néhány szót ejteni a földművek kapcsán a kutatásban elterjedt elnevezésekről. Talán a legelterjedtebb a lengyel kultúrával kapcsolatban a körárok szó, ugye ez formailag írja le ezeket a létesítményeket, ezek nagyjából kör vagy ahhoz közelítő alakú árkokkal körülvett területek. A rondellák egy ilyen speciálisabb elnevezés ezeknek a körülkerített területeknek egy csoportjára, amelyeknél feltételez a kutatási része legalábbis valamifajta szakrális funkciót, csillagászati vonatkozásokat. Az árokrendszer is előfordulhat, ugye ez egy formai leírás a dolognak, a sáncmű itt is tulajdonképpen a szerkezetről van szó ezeknek a földműveknek. Talán a legkutatottabb csoport, és ami a leginkább foglalkoztatja a korszak régészeit, az ezek a bizonyos rondellák, amit hát mástól szoktak körákoknak is nevezni. Ezek viszonylag általában szabályos szerkezetűek. Jellemzőjük az, hogy jelentős földmunkákat igényeltek, tehát 2-4 méter mély árkokkal rendelkeznek, koncentrikus kör alakú árokrendszerek veszik körül ezeket a területeket. Nagyon sokuk esetében, majdnem a legtöbb esetében érvényes az, hogy a belsőjükben kevés egyéb objektum található, vagy éppen egyáltalán nem. Illetve, hogy ezek az árkok, amik ugye körülveszik ezt a területet, ezek több helyen meg vannak szakítva, tehát bejáratokat alakítottak ki rajtuk. Közös jellemző még az is, hogy a legbelső kör esetén a legtöbb esetben van valami fajta kerítésnek is maradványa, ezt általában paliszádnak szokták nevezni, mint cölöpökből álló kerítések lehettek, aminek az alapjául árkot ástak körbe. Ami
A probléma velük kapcsolatban az, hogy ugye a neolitikum kapcsán nem rendelkezünk írott forrásokkal, tehát az akkori hiedelemvilágot, gondolatvilágot igazából csak nagyon házatosan ismerjük, valójában a tárgyi lehetőségekből tudunk bizonyos következtetéseket levonni, illetve esetlegesen a környezeti hatások és a különböző anyagi kulturális elemeknek az összevetéséből tudunk a gondolatvilágra következtetni. Tehát ezeknél a rondelláknál merül föl leginkább az, hogy valami fajta szakrális jelentőségük van, illetve több kutató is foglalkozott azzal, például Magyarországon Pásztor Emília és P. Varna Judit, hogy ezeknek az állatrendszereknek van egyfajta tájolása, tehát a bejáratok elrendezése az szabályosságokat mutat. Legtöbb esetben a fő égtájakhoz vannak tájolva, amelyek közül kiemelkedik általában a keleti irány. Tehát a keleti oldali bejárat az szinte mindenhol van. Ennél az merülhet fel, hogy amikor ezeket létesítették, akkor valami fajta mondjuk csillagászati szempontokat figyelembe vettek, mondjuk esetleg éppen az adott időpontban a nap felkeltét. Ugye ezt statisztikailag ki lehet mutatni, ugye a nagyszámú objektum kapcsán, ugyanakkor pontosan a funkciókat nem ismerjük. A kutatásban már korábban merült fel egyéb értelmezési lehetőség, tehát van egy ilyen szakrális, mondjuk idézőjelben valamifajta templomszerű szerepük lehetett nekik. Fölmerült az is, hogy egyszerűen csak védművekről van szó, még olyan is, hogy esetleg vásártartó helyek, vagy valamilyen közösségi összejöveteleknek a helyszínei, ez ugye a belső üres tér esetleg elősegítheti. De összességében nem tudjuk. Az ákok mire szolgáltak, hogy egyszerűen csak leválasztani egy teret, ugye mondjuk egy szent területet elválasztani a profán világtól, lehet, hogy ennyi, vagy ez volt a funkció ezeknek az árokrendszereknek, illetve kerítéseknek, de a védelmi szerep sem kizárható összességében. Itt a mellékelt ábrán egy publikációból kivett ábrát láthatunk, ahol különböző ilyen árokrendszereknek az alaprajzait találhatjuk. Hogy ezek körülbelül milyen elterjedési területük van, azt itt ezek az zöld pöttyök mutatják, hogy fővonalakban, tehát eléggé jelentős az a földrajzi tér, ahol ezek az árokrendszerek megtalálhatók. És hát itt csak egy kis rekonstrukció, egy valós fizikai, egy ténylegesen mondjuk így megépített árokrendszerről van szó, itt van számítógépes modell is, tehát valami fajta ilyen látványt nyújthattak ezek a földművek a maguk idejében. De azt el lehet róluk mondani, hogy nagy számban ismerjük őket, és hát Európa területének jelentős részén ismertek ezek a földművek. A magyarországi kutatás az egy picit le volt ebben a kérdésben maradva, ugye a 80-as évek számolva, tehát így néhány ilyen földművet ismertünk, ugyanakkor pedig például Ausztriában már tucat szám voltak ismertek ezek az árokrendszerek. Ennek az oka az utóbbi idő kutatásai alapján az lehetett, hogy Magyarországon ugye a rendszerváltásig, illetve picivel még utána is meglehetősen nehéz volt olyan kutatási módszereket alkalmazni, amelyek leghatékonyabbak ezeknek a földművek azonosításánál. Ugye itt a melléket ábrán is látható, hogy igazából a légi felvételek a legalkalmasabbak ezeknek a földműveknek az azonosítására. És hát a 90-es évek elejéig ugye Magyarországon ugyan nem volt teljes mértékben tiltva a légirégészeti kutatás, de nem volt egyszerű, tehát bonyolult engedélyeztetési folyamathoz volt kötve a rögzített útvonalakhoz. Tehát azok a módszerek nem álltak a régészek rendelkezésére, amelyek mondjuk a tőlünk nyugatra bevett kutatási módszerek voltak. Ennek kapcsán azért voltak eredmények, tehát 80-as években Kalisz Nándorást, a Séi árokrendszert, a 80-as évek második félében, 87 körül Zalai Gál István régésznek sikerült, azért például Baranyában egy repülést végrehajtani, és tudott azonosítani két árokrendszert. Az Alföldön, ugyanebben az időszakban, bár nem lengyel kultúrának nevezett területről is ismerjük a polgárcsőszalmi árokrendszert. Tehát azért voltak eredmények. Ugyanakkor a 2000-es években adódott az első olyan komoly lehetőség, hogy
ezeket a módszereket szisztematikusan alkalmazunk egy adott területen. Én Baranya Megyei Múzeum munkatársa, részt vettem egy Európai Uniós pályázatban, amiben később bekapcsolódott Gáti Csilla kolléganőm is, és hát ennek a kutatásnak a kapcsán, amely egyébként nem a neolitikum kutatásáról szólt, hanem általában véve a roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazási területéről, ennek kapcsán kezdtük el Baranya megyében légifelvételek útján régészeti lelőhelyeket keresni, illetve dokumentálni. És ekkor tulajdonképpen nyilvánvalóan is vált, hogy itt a módszertani probléma lehet, hogy a lengyel kultúra magyarországi területén miért nincsenek ilyen árakrendszerek, és Magyarországon kívül pedig miért vannak. Valóban Baranya megye területe, ami összességében nem nagy, ha az egész lengyel kultúrát nézzük, 20 fölötti olyan földművet tudtunk azonosítani, amely a lengyel kultúra a késő neolitikum időszakához köthető. Itt néhány kép csak ezekről a különböző földművekről, amiket sikerült azonosítanunk. Ezzel párhuzamos egyébként voltak más eredmények is. 2000-es évek elejétől néhány nagyobb megelőző feltárás, például az M7-es feltárása során ugyancsak kerültek elő neolitikus földművek. Amiben a mi kutatásunk egy kicsit más volt, az, hogy ez a maga módján tervezett volt, és egy adott területre irányult, és egy tulajdonképpen egy ilyen topográfiai kutatás volt, amelynek eredményeként ezek a földművek előkerültek. És itt szándékosan írtam földművet, tehát az előző kis légifelvétel összeállításban is látszott, hogy ezért nem mindegyik egy ilyen nagyon szabályos kör alakú földmű, ami összeköti őket, az a közös lejtőanyag, tehát hogy a lengyel kultúra ideje tehetők. Tehát nem mindegyik, például azok a rondellák közé tartozik, amiről az imént beszéltünk. Itt egy kicsit tágabban megnézve, ugye ezek az autópálya feltárások során előkerült hasonló neolitikus földművek, hasonló korú neolitikus földművek láthatók itt északabbra. A alapvetően Somogy és Zala megye területén. A baranyai kutatásnak egy tulajdonképpen egy összefoglaló eredményét láthatjuk ezen a dián, ezek a bizonyos földművek, amelyekről szót ejtettem, és az látható, hogy meglehetősen változatosak formai szempontból. Vannak egyszerűek azokhoz a bizonyos tőlünk nyugatabbra, északabbra látható körákokhoz vagy rondellákhoz hasonlatos földművek is kerültek elő, viszonylag jelentős számban. Ugyanakkor vannak igen-igen összetett árokrendszerek is, amelyek egy része az ezekre a bizonyos rondellákra emlékeztet, de például a külső részük már kevésbé. Tehát vannak ilyen oválisabb, elég nagy, ilyen 2-300 méter átmérőjű egyéb földművek is, amelyeknek a funkciója viszont valószínűleg jelentős mértékben eltér az eddig vázoltaktól. Tehát kevéssé vethetővel kapcsolatban valószínűleg a szakrális funkció. Például. Csak néhány példát a baranyaiak közül, amelyek kicsit összetettebbek, mint első lépésben gondolnánk. Szeretnék itt megemlékezni az Engővárkonyi lelőhelyről, mivel ez a lengyel kultúra egyik legismertebb lelőhelye. Ezt már a 30-as, 40-es években Domba János Pécsi Múzeum régésze ásta, egy nagy felületű feltárásokat végzett, 384 sírtárt föl például. Ugyanakkor ilyen típusú földművet egyáltalán nem talált a helyszínen. Ez egy véletlen folytán viszont nekünk sikerült. Itt a két légifelvétel ugyan elég elmosolódtam, de kivehető egy ilyen földműnek a nyoma. És ha tovább megyünk, ezen a területen elvégzett geofizikai felmérés, az már elég világosan mutatja azt, hogy valóban egy viszonylag jelentős kiterjedésű kettős árokrendszerrel van dolgunk, amelyet valószínűleg többször meg is újítottak. Itt látjuk azt, hogy több árok is fut párhuzamosan ugyanazon a gyűrűn belül. Értve belül talán még palisztkerítés nyomait is láthatjuk, illetve meg lehet figyelni, hogy kapuszerkezet is társul ezek az árkokhoz, tehát megszakították az árkokat, és hát egy kicsit összetettebb árokrendszer is van ezeknél a bejáratoknál. Ami még érdekesebbé teszi az Engővárkonyi lelőhelyet, hogy ugyan légifelvételés alapján sikerült ezt a körárkot, vagy körárokszerű objektumot azonosítanunk, illetve geofizikai felméréssel is vizsgálnunk. Ugyanakkor műholdfelvételek tanulmányozása az oda vezetett, hogy még egy viszonylag jelentős földművel sikerült azonosítani a lelőhelyen. A felszíni lejtőanyag a szintén lengyeli kultúrás, tehát valószínűleg valamilyen módon összefügg a két földmű. Maga a terület, a telep területe is elég jelentős
méretű, tehát ezt a most láttam körülkerített területet nagyjából felüleli. Igen, csak egy közelebbi felvétel erről a ovális sáncról, ami a zengővárkonyi dőlőhelynek a részét képezi, és semmi más információ nem rendelkezünk róla, mint mi volt felvételekről kell. Egy másik összetett városrendszer Szemely falujának határában, a Hegyes nevű határrészen található. Itt két olyan árokrendszer található, amely jellegénél fog elég eltér egymástól, a lehetőanyaguk ugyanakkor mind a kettőt a lengyel kultúrához sorolja. Ugye láthatjuk ezt az igen összetett hármas gyűrűrendszert, amely önmagában is egyes gyűrűje több árokból áll, illetve mellette ugyancsak egy hármas, jóval kisebb rendszer. Csak így, hogy érzékeltessük a méreteket, egy nagyobbik árokrendszernek az észak-déli kiterjedése az olyan 550 méter. Tehát Európa legnagyobb földművei közé tartozik, ami a neolitikumot illeti. Itt csak néhány fotó az objektumokról, különböző időszakokban készültek, különböző talajfedettség mellett. És ami igazából rendített itt a lelőjék kutatásán, az két dolog volt. Egyrészt az egész területét fel tudtuk mérni geofizikai módszerekkel, egész pontosan magnetométeres mérésekkel, és hát ebből egy egészen megdöbbentő kép tárult a szemünk elé. Illetve két kisebb ásatásra is tudtuk vizsgálni a két árokrendszernek a földműveit. Hát ezen a dián csak néhány felvételt láttunk, amely egyrészt mutatja azt, hogy milyen hatalmas földműről van szó, mind kiterjedésben, mind pedig az egyes árkait tekintve is. Tehát itt látjuk, hogy egy két méteres mérőrúd az árok mélyén, tehát majdnem 4 méter mély árokról van szó a legbelső, illetve a közbelső gyűrű esetén. Itt néhány olyan tárgy egy táblába rendezve, amelyek például ezek a csőtalpas tál, ezek a bütykös edények, amelyekről már korábban is mutattam néhány példát más lelőhelyekről, illetve hát azok a szakaszok, ahol átmetszettük ezeket az árkokat, és az árkoknak egyfajta metszetrajza, amit látható. Itt csak ugyancsak néhány illusztrációs felvétel, illetve a kisebb ikárokrendszer alaprajza egy lidar felvételre vetítve, illetve magának az ásatásnak a képe. A kisebb ikárokrendszernél is azt tapasztaltuk, hogy igen-igen jelentős földmunkával jártott a kialakítása. Itt is kb. 4,5 méter mély az egyik árok, illetve az látszik itt a metszett falon, hogy ezt az árkot hagyták betemetődni, és utána újra megásták körbe. Tehát megújították a védművét, ezt az árokrendszert legalább egyszer. Csak egy közeli felvétel ugyanerről. Mit tudunk erről az árokrendszerről? Tehát azt látszik, hogy egy hármas gyűrű a nagyobbik körároknak a szerkezete. Egy érdekes dolog felmerült vele kapcsolatban. Van nekik is körülbelül kelet-nyugati tájolású tengelye, a keleti bejárata az valóban kelet felé néz. Az észak-déli tengely viszont 17 fokkal el van térítve a pontos északtól, és ha áthúzunk egy egyenest ezen az észak-déli tengelyen, akkor viszont egy földrajzilag azonosítható helyszínre mutat tulajdonképpen a tengely, ez a Szársomlyó-hegy. Ugye beszéltünk itt mindenféle csillagászati, esetleges csillagászati vonatkozásokról, amelyek mondjuk az építésnél kifejtették a hatásukat, akkor az sem teljesen elvethető, hogy a csillagászati viszonyatokon túl a tájegyes elemei is szerepet játszottak, akár a vallási elképzelésekben például, és hogy ezeket az árokrendszert ehhez igazítva, például ez a hegyhez tájolták be. Egy másik árokrendszer, ez villanyköves határában található, ez is már ismert, régebb óta ismert lelőhely volt, Domba János ásta ezt a lelőhelyet, illetve Zalai Gál István volt az, aki, amire említettem, hogy a 87-ben azonosította ezt a földművet. Ez egy 2000-es évekbeli felvétel, amit itt láthatunk. Magnetométeres mérést is végeztünk, és hát egy elég megdöbbentő kép tárult a szemünk elé az eddigi úgynevezett körákokhoz, a körákor területekhez képest. Ugye az teljesen átlagos, megfelelő a vártnak, ugye egy kettős árok
rendszerről van szó, amelyek koncentrikusan helyezkednek el, a belsőben egy palisztát kerítésének a nyomai is megfigyelhetők. Itt ez a vékony sáv az, illetve itt érdekes módon a két gyűrű között is megfigyelhető legalább egy kettős paliszátsor, és hát egy ilyen cölöpkerítés sor. De a legkülönösebb jelenség az ezek a kis U-alakú vagy félköríves toldalékok vagy ákocskák jelentették, amely ugye akkor nagyon, amikor ezeket azonosítottuk, akkor nagyon ez a szakrális funkciója volt az, ami mondjuk uralkodó gondolatainkat ezek az ákoknak. Ugyanakkor itt ezek ugyan mindenképp biztosan magyarázhatóak lennének valamilyen szakrális funkcióval, de talán más irányba is elvihetik a gondolatainkat. Azok a kis toldalékok. Az is látható ennél a lárokrendszernél, hogy épületek is találhatók a belsőjében, ami nem teljesen tipikus a rondelláknál, vagy hát a kutatás által leginkább köráraknak nevezett objektumoknál. Ha tovább lépünk egy értelmezett kép ugyanerről, ugye az árkók, a kirajzolva a cölöpkerítés sorok, illetve hát az épületek, az esetlegesen az épületeknek a nyomai láthatók itt. Ez egy meglehetősen nagy árokrendszer egyébként. Általában, amit rondellának neveznek a kutatásban, és ezt a bizonyos szakrális funkciót társítják hozzájuk, ezek általában olyan 100-150 méter átmérőnél nem igazán nagyobbak. Ilyen esetünkben ez az árokrendszernek a külső átmérője meghaladja, vagy elírja 300 métert is. Tehát egy jóval jelentősebb méretű földműről van szó, ha nem is érje el mondjuk a szemei nagyobbik árokrendszernek a méreteit. És itt szeretnék kitérni ezeknek az árokrendszereknek a esetlegesen a hadirégészet körébe való utalásáról. Ugye azt láttuk, hogy önmagukban az ákok lehetnek éppen védelmi funkciójuk is, de az is lehet, hogy egyszerűen csak elválasztanak különböző tereket. Vannak itt ezeknél az ákoknál azonban, például a villánykövesdi az egyik legjobb példa, olyan kis függelékek, amik egyszerű formájuknál fogva emlékeztetnek minket bizonyos védelmi objektumokra, úgyhogy jóval későbbi korszakokban gondolkodunk, akkor esetlegesen tornyok, bástyák jutnak eszekbe róluk. Ugye ezek itt semmiképpen sem ezek árkok, és hol lezárnak bizonyos megszakításokat ezeken a körkörös földműveken, hol egyszerűen csak hozzájuk vannak valamilyen módon társítva, hol külön vannak tőlük, hol egybeérnek a fő ákokkal. Az ismert ilyen kis U alakú toldalékoknak a nagy része az kör alakú vagy kört közelítő alakú objektumokhoz kötődik, tehát itt még mindig maradhatunk a körárok, a rondella értelmezésnél, amit el tudunk vinni a csillagászati vonatkozások, illetve szakrális momentum felé. Van azonban Magyarország területéről egy olyan objektum, ami ettől némiképpen eltér. A Kaposvárt elkerülő út építésekor Kaposújlak határában sikerült Somogyi Krisztinának azonosítani egy olyan földművet, ami emlékeztet az előbbiekre, ugyanakkor el is tért tőlük egy nagyon lényeges szempontból. Itt is láthatunk egy árok rendszert, amely rendelkezik ezek a kis U-alakú toldásokkal, szám szerint 7 darabban. Ezt 2002-ben közölt először Somogyi Krisztina, és ő akkor ennek a földművek egyértelműen védelmi funkciót társított. A fő ok ennél a feltételezésnél az volt, hogy itt nem egy körárokról van szó, tehát nem kör alakú létesítményről van szó, ez a funkció, amit hozzájuk társítunk a kör alakja miatt például az egyáltalán nem áll fönn, itt egy erődítésről lehet szó, maga az árok az egy közelítőleg egyenes vonalú, és tulajdonképpen lezár egy tombvéget a külvilágtól, tehát egyértelműnek mondható az, itt meg is fogalmazta, idéztem a cikket, hogy olyanféle védelmi objektumra gondolt ennek kapcsán. A körárokrendszerek egy jelentős kutatója manapság, és a zászlóvivője is tulajdonképpen, az P. Barna Judit, aki elég sokat dolgozott egy Pásztor Emiliával, ők a legtöbbször az értelmezéseiket próbálják ezekkel a csillagászat és esetleg egy szakrális irányok felé elvinni. Ők maguk is megemlékeznek egy másik területe kapcsán, amire mindjárt szót ejtek, a Somogy megyei árokrendszerről,
Igazából nem foglalnak állást ebben a kérdésben, hogy szerintük lehetett ez védelmi objektum, vagy sem. Tehát igazából ez az egy példa van, ahol ezek a úralkú toldások szerepelnek, és nem köralkú létesítményről van szó. Láttuk tehát, hogy van legalább egy olyan földművünk, ami nem köralakú, hanem egy vonalas létesítmény, ugyanakkor rendelkezik ezzel a kis úralkú toldalékokkal. Az ásatói szerint is mindenképp védelmi szereppel rendelkezett. Ezen a dián összegyűjtöttem a három olyan kör alakú árokrendszert, amelynek a külső védőgyűrűi, illetve esetleg a közbülső védőgyűrűje is leginkább emlékeztet erre a vonalas földműre. Ez egyik az ugye a Szemely-hegyes Baranya megyéből annak a kisebbik kettes számú körárka, a jobb oldalon található ez a villánykövesdi földmű, és ide alulra pedig beraktam a P. Barna Judit és kutatásai által nemrégiben felmért bezerédi árokrendszert. Ők az értelmezés tekintetében meglehetősen visszafogottak, nem foglalnak igazából állást, többet foglalkoznak magának a műnek a tájolásával. Ugyanakkor nem vetik el a védelmi funkciót se, viszont elég részletesen leírják az ő magnetométeres felmérésüket, amely bizonyos értelemben kicsit részletesebben sikerült, mint a hozzá leginkább hasonlító Szemei. Ugye őnáluk az árkokon túl, tehát a fő árkokon túl, ilyen kis vékonyabb cölöpkerítés árkoknak a rendszerét is azonosítani tudták, és az is nagyon világosan kiderült, hogy ezek a cölöpkerítés szakaszok, ezek bizonyos területeken eléggé egyértelműen kapcsolódnak ezekhez az U alakú árok bővítményekhez. Tehát össze egy egészen egyedülálló rendszer, amelyek egyes elemei felfedezhetők itt a villánykövesdi árokrendszernél is, tehát ezek a kapcsolódások a kerítő paliszád és a főárok, valamint az U alakú bővítmény között. Tehát ugyan semmi módon nem állítható, hogy ezek védelmi létesítmények. A formai analógia, és hát későbbi korszakoknak a védműveihez való hasonlóság azt hiszem, hogy nem kizárható. Sőt, meglehetősen csábító feltételezés ebben az esetben. Az is közös köztük, bár a Szemeinél nem ennyire egyértelmű, de a Villánykövesdénél, hogy belső épületek találhatók, ezek az épületek igazítva vannak a védműrendszerhez, és nem érik el, nem metszik át. Tehát elképzelhető, hogy összefügg a kerítésrendszer és az épületeknek a léte. Ugye ez magnetométeres felmérésben ezt nem nagyon lehet 100%-ig állítani, de itt a kronológiai viszonyok azok nem tisztázhatók egyértelműen, de legalábbis utalást kaphatunk arra, hogy a két dolog összefügg, nem különböző korszakoknak a maradványairól van szó. Ezt a magnetométeres mérés alapján a bezerédi árokrendszerén is megállapítják a vizsgálatot végzők, tehát állítást ők sem fogalmaznak meg ebben a tárgyban. Tehát, ha valahol van esetleg esélyünk valami fajta neolitikus, mondjuk így hadi eseményt, vagy konfliktusnak a nyomát megfogni, akkor talán ezek a legesélyesebb helyszínek. Annál is inkább, mert a magnetométeres mérés alapján az látható, hogy különösen itt a kapuk környékén jóval nagyobb intenzitású mágneses anomáliákat tudunk tapasztalni, aminek az egyik lehetséges oka az, hogy esetleg itt valami leégett, tehát egy égés zajlott le, ami kapu szerkezetnél akár egy konfliktus eredménye is lehet. És erre itt talán a villánykövesdi magnetométeres felmérésnél több ponton is láthatunk példát. Tehát a neolit hadirégészetnek ez az ága, ahol mondjuk egy konfliktust próbálunk meg azonosítani, vagy térképezni, nincs könnyű helyzetben. Ugye a későbbi korszakoknál, ahol a fegyverek egy része az már fémtárgy volt, tehát az, ami a csatamezőn esetleg elszólódhatott, ott maradhatott, ezeket egy erre a célra feltalált eszközzel, fémkeresővel könnyű azonosítani. Ugye neolitikum esetén, bár a lengyel kultúra idején már ismerték a rezet, mint fémet, de fegyverként egyáltalán nem alkalmazták, ékszerként inkább. Tehát itt erre a kutatási módra nincs igazából esélyünk.
Neolit hadirégészet az egyrésztről különböző sírokban, tömegsírokban eltemetett egyéneknek a maradványainak az elemzésével lehet esetleg eredményeket elérni, tehát olyan sérüléseket találunk, amelyek esetleg konfliktusra utalhatnak, emberek közötti konfliktusra utalhatnak. Ezeknek a tömeges megléte az esetleg valamifajta korszak szintjén felfogható hadi eseményre is utalhat. Ugyanakkor ténylegesen a helyszínét azonosítani, talán ezek a pontok lehetnek a legalkalmasabbak. Tehát még egyszer mondom, nem állítom, hogy ezek védelmi létesítmények, nagyon sok egyéb értelmezési lehetőségük megvan, de azt gondolom, hogy nem kizárható ez az értelmezési lehetőség. Ha visszagondolunk a korábbiakra, akkor az is egy irány lehet, hogy azt látjuk, hogy vannak a lengyel kultúrának olyan települései, amelyek védműrendszer nélküliek, tehát nyílt települések, és vannak bekerített településeik is. Ha emlékszünk, ott a diasornál a legfelső sorú ovális objektumok azok ilyen körülkerített településeknek maradványai. Ha egy település körülkerítenek, annak is lehet számos oka, de ezek közül egyik az, hogy védelme kellett berendezkedni. Tehát elképzelhető, hogy a lengyel kultúrának is volt egyfajta történelme, hát több száz évről beszélünk. Lehettek olyan időszakok, amikor még békésebb volt, tehát amikor konfliktusokkal terheltebb. És hát valójában azok a települések, amik védművekkel rendelkeznek, azok talán inkább utalnak egy ilyen konfliktusos időszakra. Tehát ezeknek a vizsgálata is indokolt lehet, ezeknek a földműveknek a kutatása. És ennek kapcsán térnék ki, hogy már beszéltünk idézőjelben a lengyel kultúra történelméről, történetéről, a szemei nagyobbik földmű az talán ennek egy lenyomata. Ugye azt látjuk, hogy egy hármas gyűrűrendszerről van szó, van ez a legbelső kb. 100 méter átmérő gyűrű, ez teljesen megfelel egy rondálának, ahogy azt a legtöbb helyen tapasztaljuk, tehát egy teljesen szabályos körről van szó, már amennyire ez korszak technikai eszközeivel megszerkesztető volt. A szerkezet az viszonylag egyszerű, ugyan az ásatásból tudjuk, hogy ezt a külső árkot ezt újra ásták, de gyakorlatilag van egy darab egyszer megújított külső árkunk, négy helyen megszakítva, ezek a nagyjából a fő égtájak felé tájolva, illetve hát beszéltünk, hogy az észak-déli tenger ez nem pontosan észak-délre áll, hanem esetlegesen egy földrajzi objektumra. Kevés jelenség van a belsejében, van egy palisztrát kerítése. Tehát ez egy tökéletes rondella lehet önmagában. Ha a közbülső gyűrűt vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ezt az ásatásban is tudjuk, hogy egyrészt betöltődött, másrészt meg elpanírozták, ezért vannak ki ezek az elkent részei, de azt is látjuk, hogy ahol az árokrendszer megvan, és ahol kapunak kell lennie, ott viszont egy kis ilyen U alakú bővítmény már megfigyelhető, illetve vannak ilyen ároktoldások a kapuk környékén. Ha haladunk kifelé, akkor egy jóval bonyolultabb szerkezettel találkozunk. Itt legalább négy párhuzamosan futó árok van. Ezek feltehetően nem egy időben léteztek, hanem ugyanak a védőgyűrűnek vagy kerítő ároknak a megújításának az eredményei. Itt a déli kapu mentén egy összeégett, bedőlt, árokba bedőlt tapasztott falu szerkezetnek a maradványait is megtaláltuk, lehet, hogy esetlegesen egy kapu szerkezet volt, és azt is látjuk, hogy itt ezek az U alakú bővítmények a kapuk előtt már mindenhol szerepelnek, illetve vannak ilyen nagyobb kerítő árkok is a kapuknál, kivéve a keleti kaput, amely valószínűleg állandó bejáratként is szolgálhatott. Mire engedez meg következtetni? Egyrésztről van két darab szint 14-es adatunk, tehát tudunk valamifajta keletkezést társítani a két, az árokrendszer két eleméhez. A legbelső árokrendszernél a kapu közelében egy összeégett rétegbe találtunk olyan famaradványt, amely a 4800 környékére tehető a szint 14-es vizsgálat alapján, és a külső gyűrűnél pedig az összeégett kapu szerkezet maradványai közötti szölök maradvány, az pedig kb. 200 évvel későbbi keletkezésű. Persze óvatosságra kell, hogy nincsen minket az, hogy igazából két darab szint 14-es adatból, különös tekintet azok, amelyek elégett fából származnak, azért nem tudunk nagyon messzire elmenni, de ha valamilyen szinten is elfogadjuk, akkor az is lehet, és azt is láthatjuk, hogy itt van egyfajta kronológiai különbség, egy belülről kifelé haladva az árokrendszerek között, és van egyfajta fejlődés is, ha úgy tetszik. Ugye a legbelsőnek egy nagyon egyszerű bejárat, egyszerűen csak megszakították az árkot.
és hát a cölöpkerítést is. A közbősőnél egy kicsivel bonyolultabb a dolog, mert valami fajta toldalék megfigyelhető a kapu szerkezeteknél, ott, ahol van rálátásunk. Ezt is megújították, az is látszik helyenként két árkot mutat a magnetométer. És a külső szerkezet az, amelyik a legbonyolultabb és a legösszetettebb ilyen, kimondom végül is, védelmi létesítményekkel rendelkezik. Hogy ez most fizikai védelemmel, vagy egyszerűen csak egy elszigetelése ennek a bejáratnak, ezt nem tudhatjuk. De mindestre úgy látszik, hogy van egy ilyen formai fejlődés, egy ilyen egyszerűbb alakul, egy bonyolultabb felé. Még egyszer mondom, tehát nem állíthatjuk itt konfliktus régészetről van szó ebben a pillanatban, de ezek azok a pontok, ahol esetlegesen be tudunk látni egy egykori konfliktusnak a maradványaiba. Úgyhogy végül is valahol ezt szerettem volna ebbe az előadásba kifejteni, hogy ugye van ezeknek a földüveknek egy nagyon sokat elemzett típusa, ezek a bizonyos rondellák, ugyanakkor az összkép az ennél jóval cizelláltabb. És vannak összetett objektumok is, tehát ahol lehet egy rondella is, lehet, hogy egy vallási szempontú objektumot hoztak létre valamikor, valahol egyik kultúra népességének, vagy egyik kultúra időszakának az eleje felé, és ez a vallási objektum, vagy szakrális objektum, ez bővült hozzá, épültek egyéb létesítmények, esetlegesen egy ponton már épületek is ide itt fönt, ha megnézzük, ezek elképzelhető, hogy épület maradványok itt a külső gyűrű mentén, és lehet, hogy egy ponton ez egész átment egy védelmi objektummá. Tehát nagyon nehéz igazából írott források és egyéb adatok mentén konkrétumokat megfogalmazni, amit szerettem volna felvázolni ebben az előadásban, egy lehetőség, amelyet esetlegesen a kutatás egy kicsit jobban górcső alá vehetne. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát viszontlátásra!